Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az Édesbús dallamok után folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben Vörös Marti Színház művészeit mutatjuk be. Vendégem Varga Mária. Tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm. Örülök, hogy itt van velünk. A színész addig él, amíg nem van ember, aki látta színpadon. Ugye ez nem más, mint az ön egyik kedvenc elődje, Törőcsik Mari mondta. Ez egy fontos pillanat, mert hogy végig kell, hogy menjünk azon a fantasztikus pályafutáson, ami az öné, és ami most itt Székesfehérváron is nyomon követhető a színház látogatóknak köszönhetően. Nos, hát egy hajdúsági kislány gyermekkoráról kell beszélgetnünk, mégpedig nagyon-nagyon fontos, hogy miként választ hivatást egy kicsi lány. Hogy szereti meg a verseket, a színművészetet? Mi az az indítatás, ami színpadra vitte? Hát én egy csodálatos családban nevelődtem föl. Édesanyám, édesapám paraszt emberek. Édesapám már nem él, a drága. De egy nagyon nagy szeretetben nőttem föl. És nem kaptam tőlük olyan fajta tehát a tudást, hogy verseket kell ilyen olvasnom, vagy bármit. De valahogy olyan szépségeket kaptam, amit én úgy nem tudtam máshogy kifejezni, akár a szeretetemet, akár, hogy úgy éreztem, hogy valami még úgy hiányzik nekem, hogy úgy át tudjam adni azt, amit én úgy érzek. És akkor volt ez a, hogy vers, kulturális seregszemle annak idején ez volt. És akkor ott részt vettem. Tehát így szép lassan így alakulgatott ez a, hogy mifelé tendálok. És akkor az iskolában is úgy ezt észrevették. Akkor volt, amikor nyertem versenyt is. És akkor ez így szép csöndesen alakult. És mikor gimnazista lettem, akkor volt egy biológia tanárom, a Békés tanár úr, és mondta, hogy keresnek itt stúdióba, akik szeretnének színészettel, színjátszással foglalkozni, és hogy nem próbálnám meg, mert ő látott a múltkor engem verset mondani, és hogy neki az tetszett, úgy. És akkor ezt megpróbáltam, és akkor tulajdonképpen a debreceni stúdióba kerültem. Tehát a Csokonai Színház stúdiója volt így az áttörés. Igen. Akkor igen. Már bizonyos volt benne, hogy ez lesz a hivatása? Igen, akkor már igen. Akkor már igen. A főiskoláról kell, hogy beszéljünk, Szirtes Tamás osztályába járt. Egy remek osztály volt az, a két Annát említjük akár, hiszen az én angyalom Ráckevei Anna ugye még most is ott van Debrecenben. Igen, igen. Már nem regnál, de azért ott van még. Mi mindent lehetett megtanulni a főiskolán? Mi volt az, ami átsegítette a nehézségeken? Azt hiszem, hogy a mi osztályunk egy nagyon, nagyon fiatalok voltunk, tulajdonképpen nagyon sokunkat elsőre vettek föl. És teljes egy ilyen szertelen, kamasz, bolondos osztály volt, és a Szirtes tanár úr ezt tulajdonképpen nagyon, nagyon jól fogadta tőlünk. És ezt jól is tudta kezelni. És a Kálai Ferenc, ő is a mesterségtanárunk volt, Stanka István, ő is szintén a mesterségtanárunk volt. És hát tőlük is hihetetlen sok csodálatos dolgot kaptunk. Ugye ők általában mindig megmutatták, hogy kell a szerepet megcsinálni, vagy megmutatták, hogy hogyan kell járni ebbe, vagy a hangsúlyokat hogy kell. És hát ezen mi ugyan sokat szórakoztunk, meg nagyon-nagyon jól el voltunk. De egy jó csapat volt, tehát jól tudtunk egymással dolgozni. És színes volt az osztálynak az összetétele. Lipai Laci, akinek hihetetlen humora és fantasztikus hangja is volt. Götz Anna, aki szintén egy jó színésznő, és hát ő is egy csodálatos hanggal rendelkező. Az Anna, Ráckevei Anna, aki szintén egy drámai súlya van, meg humora is, meg minden, meg énekhangja is.
Tehát Jakab Tamás, hát sorolhatnám, Kőszegi Ákos, Pásztor Endre, csodálatos osztály volt. És sok szín volt benne, úgyhogy olyan vizsgáink is voltak, amiben tulajdonképpen lubickoltunk, mert hol kisebb szerepet játszottunk, hol mi voltunk a főszereplők, és kiegészítettük egymásnak a vizsgáit, és boldogan dolgoztunk egymás alá. Zseniális színháztörténeti pillanatokba csöppentek bele, hiszen az az időszak, én azt gondolom, valamennyi vidéki színház élt, virult, lubickolt, ha úgy tetszik, fantasztikus társulatok voltak mindenütt. Mi vitte Kaposvárra? Ugye akkor tudjuk, hogy akkor az volt a szokás, hogy a frissen végzett színművészek vidéken próbáltak szerencsét. Általában igen, ez így van, de voltak itt már Pestre is egyből szerződtettek. És még egy mondatot ahhoz, hogy nekünk nagyon-nagyon jó dolgunk volt még annak idején, mert olyan felelősség volt a tanárokban, meg magában a színművészeti egyetemben, hogy mindenkit el kellett helyezni. Tehát, hogy szerződése legyen, és hogy el tudja kezdeni az életét. Aztán már, hogy ő hogy működik majd a elkövetkezendő időben a pályáján, az már az ő dolga. De biztosítva volt a lehetőség. És hát én tulajdonképpen vidékre mindenhova hívtak. Csak Kaposvárra nem. És akkor én emlékszem rá, míg a játékszínben játszottam, Garas Dezső rendezte a Cserepes Margit házasságát, és akkor ott a Garassal is beszéltem, és akkor ő is mondta, hogy hát próbálja meg. És megpróbáltam, és felhívtam az Asher Tamást, és mondtam neki, hogy szeretnék az önök társulatához szerződni. Mondta, hát jól van, kislány, hát összeül a művészi tanács, és ha megszavaznak, várunk. És akkor jelentkezett, és közölte, hogy téged egyöntetően megszavaztak, tényleg így történt, és akkor így születnek a legendák egyébként. Az a három esztendő fontos volt, aztán utána mégis jött a Radnóti Miklós színpad. Miért volt egyébként, ha itt azt nézzük, 3-4 év, aztán utána volt már 9-10 is, de az elején miért volt ez a gyakori váltás? Bevallom, hogy nekem vágyam volt, hogy fölkerüljek természetesen Pestre, és tulajdonképpen jól éreztem én magamat Kaposváron, de azt éreztem, hogy az a mag, az befelé húz, tehát, hogy ők nagyon-nagyon összetartottak. Kaptam szerepeket, kaptam munkát, tehát nem mellőzve voltam, de mégsem éreztem úgy teljességgel odatartozónak magam. És akkor a Bálint András, mikor a Radnóti Színház vezetését megkapta, akkor egyből hívott föl Budapestre, és akkor én igent mondtam. Ezek csodapillanatok voltak, én azt gondolom, hiszen Radnóti után jött a Madács és a Nemzeti. A Nemzeti az volt, én azt gondolom, hogy minden színész életében a csúcs. Ráadásul egy olyan időszakban, amiről én tegnap felkészültem abban az értelemben, és nézegettem az akkori kommenteket elsősorban az ön alakításaihoz, de egekben emelték korán sem véletlenül. És hát az a 10 év, az az első 10 év a Nemzeti Színházban, én azt hiszem, hogy az felejthetetlen színházlátogatónak és önnek is. Az hiszen is minden szerepet megkapott jószerivel, és hát mondom, a kommentek a felsőfokon beszélnek. Ez egy meghatározó időszak volt nyilván az életében. Ez így van. Az egy csodálatos időszak volt, és kívánnám bármelyik fiatal kollégámnak, hogy ilyen csodálatos emberekkel hozza össze az élet, mert ilyen kollégák nagy tehetségű, és mellette csodálatos emberek. Ők a tehetség, azt mondják, nem párosul az ember, tehát hogy jó ember legyen. Én szerintem, de igen, az nagyon fontos. Legfeljebb az önzősége talán jobban viszi előre, vagy nem tudom. De én úgy gondolom, hogy a tehetséghez az emberség is nagyon hozzátartozik, és ezek a nagyszerű
kollégák, Besenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Sinkovics Imre, Agárdi Gabi bácsi, Kutyu bácsi, Mór Marian, Béres Ilona, hát ezekkel egy-egy, soha mindig úgy a segítséget is úgy kaptam tőlük, hogy mindig olyan óvatosan, finoman csak oda súgtak valamit, ha akarod meg, ha nem, nem. És ebbe annyi felemelő jó érzés volt, hogy én tőlük ilyet kapok, a csodálatos történeteik. És ezekben mind tele humorral, emberséggel, és hát a szeretetük az felejtetetlen. Igen, hát az emberi és a színészi nagyság is erről ismerszik meg. Ennek ilyen vagyunk mostanság, de most nem erről beszélünk, hanem a nemzeti esztendőkről. Vannak-e olyan felejthetetlen pillanatok, amelyeket megosztana velünk? Bizonyos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok. Hát vannak csodálatos pillanatok, akár, hát most így hirtelen, mert nehéz így kiemelni dolgokat, de az első a Tóték, ami Sinkovics Imre, Agárdi Gabi bácsi, Béres Ilona, ez volt az első debütálásom a Nemzeti Színházban, akkor még Nemzeti Színház volt. És hát az ottani együtt való próbák, ezek mind felejthetetlenek. Ebből bármit is kiemelek, azok csak nüanszok. Igen. Na, ezek úgy van, mint egy színházi előadás, valaki látta, és tudja, hogy miről van szó, és mit adott neki. Így elmondom, ez csak így. Igen, hát a csoda 10 esztendő után az új évezred a Pesti Színházat, Pesti Magyar Színházat hozna ennek. Érett a váltás, vagy különleges oka volt? Én nagyon sajnáltam, ha jól értettem a kérdést, hogy a Nemzetiből Pesti Igen. Magyar Színház lett. Azt én nagyon-nagyon, nagyon sajnáltam, mert én úgy gondoltam, hogy addig, amíg ezek a csodálatos nagy bölények, úgy hívtuk őket, vagy hogy hívják őket, hogy ott vannak, akkor az megérdemli még a Nemzeti Színház címet. Úgyhogy ezt én nagyon sajnáltam. Aztán ez később ugye kezdtünk fogyni, és akkor már Pesti Magyar lett. Annál is inkább, mert ugye ez a 10 esztendő számtalan elismerést és díjat hozott. Ugye a Farkas Ratkó, Dériné, Kazinci, Rajz János, a Jászai Mari díj, Sík Ferenc emlékgyűrű, ez mind-mind ehhez az időszakhoz kötődik. Egyébként az elismerés, a díj, az megerősítést ad egy színésznek? Hát ugye persze. Azt mondják, hogy a díj megfiatalít és erőt ad, ugyanakkor a közönség tapsa legalább mennyire fontos. Most ennek tükrében kérdezem. Fontos az elismerés? Igen. De igen, fontos. Fontos, de tényleg igazából tényleg a nézőnek a tetszése. Az, hogy még amennyire látok, mert már nem annyira jól látok, előadás végén a tapsrendnél mindig megnézem a nézők tekintetét. Kíváncsi vagyok rá. És amikor néha látom azt, hogy itt történt valami, akkor nagyon, nagyon boldog vagyok. Nagyon. Nekem nagyon fontos minden áldott este, minden előadás. Ha így se kerül, ha úgy. Mindig tanul belőle az ember, de nem csak a tanulás, hanem azt, hogy az ember tudott-e adni eleget. Folytatjuk nyilván, de én most ugrok egyet az időben. 2014-ben volt, amikor a Vörös Marti gyűrűt kapta. És mi akkor találkoztunk először, és elámultam, hogy egy ilyen veretes színházi múlttal rendelkező remek színésznő mennyire meghatódik azon, hogy a társak bizalmából egy ilyen elismerést kaphat. Nagyon meggyőző volt, és nagyon valóságos. Mert az
mert ez nem ugyanaz, mint amikor az ember valahonnan kap egy díjat, hanem azok az emberek, akikkel együtt dolgozok minden áldott nap, és minden áldott nap találkozunk, vagy a következő produkcióban találkozunk, az egy egészen más. Miként vészeli át egy ízig-vérig színésznő a mellőzöttséget? Miként? Ez tiszta fej kell mindenképpen. Persze. És a család és a család, és a család, az az egyetlen. Akkor máshova kell az energiát tenni. És volt kibe. Úgyhogy fiúk, úgyhogy nem volt. Nem, annyi, és nem is engedtek mellé esni, de nem is az a típus vagyok, szóval el tudok keseredni, persze én is tudok. De összeszedem magam, nem, az luxus. Mennyire volt tudatos választás, hogy elfogadta a Szikora János invitálását 2013-ban? Tudjuk, hogy 2012-ben nagyon sok minden megváltozott itt Székesfehérváron. Jött egy olyan új művészeti vezető, és jelenleg is regnál, úgyhogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy Szikora János, Hargita Iván, Horváth Csaba és Bagó Bertalan személyében, hogy azt hiszem, hogy büszkék lehetünk erre, és a színház is elindult egy olyan úton, amit ők négyen meghatároztak, és attól a pillanattól kezdve, és a vendégrendezők nem különben, hogy nem tágítanak. Ez egy megerősítést adott önnek, hogy tudta, hogy hova jön? Hiszen akkor még ugye nem tudhattuk, hogy ez valóban azt a fejlődési irányt követi, amit Szikora János az első pályázatában megfogalmazott. Én nekem abszolút, abszolút. Mindnyájuknak ismertem valami egy-egy munkáját, vagy több munkáját. Emberileg is úgy nagyjából ismertem őket, úgyhogy ez nekem, és az a lehetőség, hogy a János egy ilyen társulatot hozott össze, ami minden elismerést megérdemel, mert én úgy gondolom egy remek társulatot hozott össze. Hogy ez nem volt kérdés, hogy én ide jövök, ez egy boldogság volt. Azóta, ugye, ha elkezdjük nézni, ugye a Fösvény, a Molière Fösvény volt az első olyan szerep, amelyet már társulati tagként játszott itt nálunk, és én azt gondolom, hogy felsorolhatatlan és csodálatos szerepek zöme jutott osztályrészül önnek, nekünk, színházrajongóknak. Én nem szeretnék kiemelni senkit, de itt az a lényeg, hogy mármint itt a felsorolás nélküliségben, hogy jószerivel minden karakterben megmutathatta magát. Tehát a három nővértől az ankónai szerelmesek, a Vérnázban, a Hamletben, a terrorizmusban mind más-más rendezőnél megmutatta, hogy miért is rajongtak önért a Nemzeti Színházban annak idején, a kommentelők, erre visszatérünk. Milyen egy vidéki színházi lét egy színésznő számára, ahol kevés darabszám megy, keveset kell, sokat kell készülni, viszont nem 30-40 előadás van, hanem csak 8-10. Ez mennyire határozza meg a színésznői létet? Hát kollégáimmal is itt többször így beszélgettünk. Ez egy kicsit nehezebb így, hogy kevesebbet játszott, hogy kevesebb előadás lesz a produkcióból. Ezt sajnáljuk, mert még azért mindig érezzük, hogy még mindig van benne, hogy még mindig tudna az ember hozzáadni, alakítani, formálni a szerepét. De mint játszani vidéken, az ugyanaz, mint ha bárhol játszom, azzal nincsen. Régi módi történet. Azért vesszük elő, mert Szabó Magda most porondon van Fehérváron, az a szép fényes nappal is, de a régi módi történet volt egy olyan darab, illetve hát tulajdonképpen minden darab, a Közeleg az idő, a Apák és fiúk, a Pletykák, az Illúziók, az mind olyan darab volt, amire felkaptuk a fejünket. Hogyan kell egy vidéki színházban becsábítani a nézőt, itt most kérdezem, a repertoár alapján? Miként látják belülről?
Hát én úgy látom, hogy a nézők azok nagyon szeretik, szeretnek bennünket, színészeket is, legalábbis úgy kezdem észrevenni, vagy evesszük észre, vagy érezzük, hogy szeretik a jó írókat, Szabó Magda, ugye, Molnár Ferenc, nagyon szeretik őket. Hát én úgy gondolom, hogy jó előadásokat kell csinálnunk, és úgy átadni a nézőknek, hogy partnerek legyünk egymásnak. Tehát, hogy ők is, hogy összetudjunk egymással, ha nem is kacsintani, de úgy megérezni egymást, hogy én mit akarok, és ő mit vesz le ebből a játékból, akár legyen ez egy abszurd darab, vagy... Tehát, hogy a jó játék, a jó csapat, a jó lesugárzás a színpadról, azt megérzi a néző. Én ebben mindig biztos vagyok, hogyha nem is annyira kézenfekvő a maga az előadás, hanem egy picit vagy elemeltebb, vagy egy kicsit van egy kis furcsasága, akkor is a néző, hogyha ez úgy van közölve vele, az biztos vagyok rá, hogy vevő. Nagyon jó egyébként, ezt tanúsíthatom, hogy a nagy színpad mellett most már a Pelikán is működik, és most megérkeztünk a MÁ-ba, mert a Surik mellett, az odaadó hívetek Surik mellett, ugye most próbálják Telihai Péter rendezésében. És nagyon jó, hogy vannak vendégrendezők, ugye Novák Péter, Telihai Péter, Novák Eszter, Telihai Péter és Zsótér Sándor is, és most próbálják ugye a Megtisztulás Nikvét. Ez a két darab is, amit az imént mondott, kapcsolódhat ahhoz a gondolathoz, hogy itt valóban különleges történetek születnek. Így van. A Surik például, amiben a Ritának, ez a Kerkai Rita, ő rendezte, kedves kolléganőnk, ő rendezte ezt az előadást, és az ő csodálatos, szép világa, ami nem más, mint egy fonalak vannak, mindenhol csak fonál, pulóverek, kötött pulóverek, minden kötött, és ez a puhaság, és minden tulajdonképpen úgy van használva, hogy telefon, vagy olvasok, mint egy levelet, vagy mint egy bármit, nem is tudom, törölközőt, vagy... Tehát minden teljesen szokatlan módon, de tudatosan és konzekvensen van használva ez a fajta játék a fonallal. És ebben igazi érzelmek és igazi játék folyik. És közösen ezzel a csodálatos világgal, amit a Rita hozott nekünk, és ezzel megindította a mi fantáziánkat is, és én úgy hiszem, hogy a néző is ebbe a játékba nagyon boldogan belemegy, mert ezzel nem hivalkodni, nem egy ötletszerűség maradt az egész, hanem ez beleszervült magába az előadásba, magába az írásba, tehát hogy ez teljesen a részünké vált, az előadás részévé vált. És ezeknek a fonalaknak a színei, a melegsége, úgy hiszem, hogy minket is berántott, de a nézőt is úgy berántja ebbe a melegségbe. Tanúsíthatom, így van. És most pedig, ugye ez egy kult darab, a Megtisztulás. Végigkísérjük majd a folyamatot, és természetesen beszámolunk róla, de azt hiszem, hogy ez egy nagy kihívás most. Ebben a korban így, az a 8 hölgy, aki megjelenik a Mikvében. Igen. Hát ez az. Hát ez az igazság, hogy nagyon... Hát nem a kezdetén vagyunk, de azért a rendelkező próba vége fele tartunk. Hát nem kis kihívás, ez így van. 7 csodálatos kolléganővel vagyok, és egy remek rendezővel, Telihai Péterrel, aki hihetetlen meglátásai vannak a mi női lelkünknek, női szemünknek,
teljesen, hogy mondjam, teljes szimpátiánkat elnyeri a Péter, mert nagyon, nagyon jól látja az egészet. És hát tulajdonképpen közösen próbáljuk ezt az egészet úgy megfejteni, hogy ez úgy legyen előadva, hogy nem csak a felszínen mozogjon, hanem ennek a mélye is megjelenjen. Ünnep lesz a premier, mint ahogy ünnep lesz a Bálint nap is. Igen. Hogy készül? Hogy készülök? Hát épp beszéltük a Máték, vagy a Bálintkámmal, hogy mit szeretne. Ő most ugye kim van Rómában, de most hazajött éppen, és ezen az Erasmus ösztöndíjjal, és nagyon ügyesen főzni, és mondta, hogy mama, mit szólnál, ha közösen megfőznénk egy pacalt, de olaszul. Mondtam, akkor rendben, hajrá, megyünk a vásárcsarnokba, és együtt bevásárolunk, és megmutatja, hogy kell az olasz pacalt csinálni. Történik így, szép ünnepet kívánok. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Varga Mária, a Vörösmarty Színház színművésze volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Thank you.